Cirmike imádja ezt a helyet. És a mai videó témája, hogy mennyi energiába kerül 1000 liternyi vizet fölmelegítenünk 29 Celsius fokról 34 Celsius fokra. És itt jön a nagy kérdés, hogy érdemes-e akár medence fűtéshez, akár jacuzzi fűtéséhez hőszivattyús megoldásokat alkalmazni, mert nem vagyok benne biztos, hogy bármikor is behozná az árát. Főleg így, hogy az energia nekünk gyakorlatilag ingyen van, mutatom is. Íme itt van az inverter, és jól látjátok, tehát 2,26 kW, ami most éppen fogy. Egy picit most hozzányúl az akkumulátorhoz is, hiszen esős időszak van, és ilyenkor olyan másfél kilovattnyi energia, ami bejön, tehát most használunk az akkumulátorból is, de olykor fejl a nap, tehát olyankor egy 3-4 kW-tól elkezdi visszatölteni az aksit, és ilyenkor vissza tudjuk nyerni az energiát. De 2 órát ment a fűtés 2 kW-tal, most már nem sokára meg is áll. No, de nézzük is meg, hogy hány kilovattórát használtunk fel, amíg 29 fokról 34 fokra fűtöttük a vizet. Természetesen hőszigetelés van itt alul is, tehát itt található egy polisztirol réteg, ez egy 4 cm-es polisztirollap, azon geotextil, ahhoz pedig a gyárilag melléket, ilyen buborékos fólia, ezen a buborékos fólián ül maga ez a felfújható medence, és hát ez elég jól szigetel a fal szerintem, és van rajta egy takaró is, és még itt is van egy ilyen felfújható kis betét, tehát nagyon jó a hőszigetelése. Hogyha szabadon állna és párologna a felület, akkor nyilvánvalóan nem tudnánk ennyi energiával felfűteni, de így viszont igen. És most nézzük is meg az értékeket, tehát jól látszik, hogy 4,5 kWh volt szükséges hozzá, hogy fölmelegítsük ezzel a, mondhatjuk azt, hogy 5 Celsius fokkal, de inkább mondjuk azt, hogy óránként 2 Celsius fokot lehet melegíteni rajta, és ehhez 2 kWh energia szükséges. Tehát ha még fizetnék is érte az energiáért, és mondjuk beleférnék a 37 forintos tarifába, akkor 70 forintból lehet fölfűteni. Most számoljátok ki, hogyha egy hőszivattyús rendszert 200 000 forintért megvásárolnék, akkor mennyi idő lenne, amíg ez behozná az árát. Nagyjából ennyi energia kell egyébként naponta hozzá, hogy a keringetés menjen, meg hogy ezt az 1000 liter vizet, ezt föl lehessen fűteni minden nap erre a 34 fokos hőmérséklet. Tehát természetesen, ahogy megyünk bele majd az őszbe, meg hogyha hidegebb lenne a külső hőmérséklet, akkor több energia szükséges hozzá, de most ilyen nagyjából 4 és 6 kWh-nyi energiával ezt meg lehet oldani. Ha ezt kiszámoljátok, hogy minden napra jut ebből, akkor az 30x5, tehát 150 kW-nyi energia fogy egy hónapban, a 150-et azt pedig be kell szoroznunk akkor ezzel a 37-tel, és megkapjuk, hogy egy hónapban mekkora az energiaköltségünk. Ha 70 forint, akkor 70 forint, majd ezt is mindjárt beszorozzuk, és megnézzük, hogy mennyi idő alatt térül meg egy hőszivattyús rendszer 1000 liter víznél. Nyilvánvalóan ezt be tudjátok szorozni, hogyha mondjuk 7 vagy 8 köbméteres medencétek van, akkor mi a különbség a kettő között. Ennyi volt ez a videó mára, amiben azt vizsgáltuk, hogy mennyi energiába és mekkora költségbe kerül egy köbméternyi, azaz 1000 liternyi víz felmelegítése 4 Celsius fokkal. Köszönöm szépen a figyelmet, legyen szép napotok, sziasztok!